olyan újdonsággal rukkoljunk elő, ami korábban nem volt. Mi azt gondoltuk, hogy nem csak Magyarországon nem volt, hanem az egész világon nem volt. Ez pedig a Zöld Fesztivál. A legzöldebb fesztivál címre pályázik a hét elején elrajtolt EFOT. A fesztivál idei fő témája a fenntarthatóság. A házigazda Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem vezetésével minimalizálják az idei fesztiválon a hulladék mennyiségét. Gyakorlatilag nulla hulladék termeléssel történik a fesztivál lebonyolítása. Egy fesztiválon, ahol 100 000 ember, 200 000 ember van, mindig több száz vagy 1000 tonna hulladék képződik. Olyan hulladék, ami a szeméttelepeken köt ki. Mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt megszüntessük. Minimalizáljuk a hulladék mennyiségét, és ami pedig keletkezik, az melléktermékként tudjon hasznosulni, akár biológiailag bontható formában, akár újrahasznosítható formában. Három kiemelt területen kívánják ezt megvalósítani. A biológiai úton lebontható hulladékokat külön gyűjtik a vegyes hulladéktól. Ezeket pedig helyben a MATE szakemberei komposztálják. A vegyes hulladék mennyiségét pedig igyekeznek minimalizálni, és azt is válogatni. A másik része az a műanyag poharaknak a kérdése. Az idei évben ezt a repahár rendszert ezt kidobtuk, és helyette úgynevezett PLA poharakat használunk, ami szintén olyan anyagból van, ami biológiai úton lebontható. Így ezen a területen sem fog szemét képződni, ebbe beletartoznak a tányérok, illetve az étkészletek is. Harmadik ponton pedig az egyik partnerünk, a Szent Király Jásványvízzel van egy együttműködésünk, hogy a PET palackokat is teljesen külön fogjuk gyűjteni a többi, még a többi műanyagtól is, és az ilyenfajta tiszta elkülönített gyűjtésnek köszönhetően nem csak mondjuk cipőt vagy bútorokat lehet csinálni a PET palackból, hanem még akár PET palackot is, ami megint csak egy fokkal fenntarthatóbbá teszi ezt az egész fesztivált. A korábbi években az EFOT összlátogatói száma elérte a 100 000 főt, erre idén is megvan az esély, ennyi ember esetében pedig rengeteg szemét képződik egy helyszínen, mely, ha a most zajló program sikeres lesz, nem a szeméttelepekre kerül majd, hanem újrahasznosítják azt.